Na, sziasztok! Kidugtam már a fejemet az odvamból, az odumból, mivel hogy nagyon jó idő lett, végre már nyár lett. Úgyhogy mondom, kijöttem most ide vásárolni meg a kedvenc vegyesboltomba. Itt a Cisco-ba. Hallod, itt mindent van. Itt mindent lehet kapni. Amit nem lehet kapni itt ebbe a boltba, az nem létezik. Olyan nincs. Úgyhogy most elmentem a bankba, vettem fel pénzt, meg beugrottam vásárolni, gyorsan legyen itt egy kis kajánivaló, és akkor mondom, akkor kijövök ide a kedvenc parkomba, és akkor elmondom a mi újságokat, de azért ez sem teljesen zavartalan, mert ugye ki kell nézni egy olyan padot, amelyek ugye nem foglaltak, másrészt nem háttal vagyok a napnak, vagy valami, és akkor mikor találok végre egy olyan padot, addigra kiderül, hogy össze-vissza van szarva, meg hányva, meg mit tudom én, meg teleszemetelve. Úgyhogy most ide ültem ide a temetővel itt a háttérbe, és akkor mondom, itt akkor elmondom a mi újságokat. Azért történtek fejlemények azóta, ugye, hogy a legutóbbi videómban elmeséltem ugye a fogamat, meg a szemüvegemet, hogy kell, meg mind kell, meg, és akkor most úgy néz ki, hogy kezdenek így körvonalazódni a dolgok. Mert ugye én arra gondoltam, hogy itt számolgattam, amit a fogorvos mesélt nekem, meg ugye amit az optikus ajánlott, hogy az mennyi lesz, az lenne egy ilyen 500 000, és akkor elkezdtem itt gondolkozni, meg kérdezgettem ismerősöket, barátokat, hogy esetleg nem tudnak-e valami jó tippet. Úgyhogy voltam Szigetszent Miklóson, a gyártelepen, és ott van helyben egy optika, és ott az optikus egyből, úgyhogy mondta neki az ismerősöm, hogy én az ő ismerőse vagyok, és akkor nem lehetne valami úgy hozzáállni, hogy jobban kijöjjünk, úgyhogy azt mondta, hogy hát végül is meg lehet csinálni a két lencse cserét, nem 300 000-ből, hanem mondjuk olyan 180-ból, úgyhogy ez már egy hatalmas előrelépés. Meg voltam bent a munkahelyemen is, mikor várjál, szombaton, mert venni kellett ehhez is egy pótfejet, mert elégettem. És akkor beszélgettünk ott a csajokkal, és mondták, hogy nem kell azt elfogadni, amit a izé mond, amit a fogorvos mond, egyből rábólintani, azt mondja, menjél, keressél egy fogtechnikust, és akkor majd a fogtechnikus megmondja, hogy ő szerinte mi lenne a logikus, mit, hogy lehetne pótolni, mennyiért, stb. Mert lehet, hogy sokkal, de sokkal olcsóbban, és még jobban is megúsznám, mint amit a fogorvos elsőre javasol. És hogyha a fogorvos szerződött fogtechnikusával dolgoznék, akkor igen. Úgyhogy fel is hívtam ma. Az első találat, amit kidobott a Google, az izé. Azt felhívtam. Mondta, hogy ő itt van Dunaharasztiban, mondtam, én is itt vagyok Dunaharasztiban, azért hívtam őt. Hát eleve úgy kerestem rá, hogy fogtechnikus Dunaharaszti, első találatot kidobta, tudod, szponzorált, meg reklám, meg mit tudom én. Ő úgy felhívtam, egyből fel is vette, és nézem, ilyen normális nyitvatartás van, tehát minden nap ilyen 9-től 17-ig. Szerdára megbeszéltünk egy időpontot, bemegyek hozzá, és akkor megmondja, hogy milyen lehetőségek vannak, ugye itt a izék szerint, ugye, hogy mi van a számban, meg mi nincs. És akkor lehet, hogy azt is olcsóbban meg fogom úszni, hát mondjuk az egészet nem biztos, viszont mivel pakoláztam otthon a házba, most takarítgattam, elraktam egy csomó dolgot, amit egy éve nem használtam, meg előszedtem egy csomó olyan dolgot, ami most eszembe jutott, hogy kéne. Például nem találtam a gitárálványaimat, egyiket se a kábelemet, ezek el voltak rejtve olyan használaton kívüli szobákba, ahon nem lakom. Úgyhogy most itt mindent kilomoltam. Hol hagytam abba? Ja, igen. És közben megtaláltam a izét, a régi szemüvegemet, a tartalék szemüvegemet, most ez van rajtam. Ez a régi, ez a fekete keretű, kicsit keskenyebb lencsékkel, viszont ugye ebbe nincs benne az olvasó. Tehát ezzel nem tudok olvasni, viszont ugye a rövidlátásomat, meg a cilinderemet, azt
kurva jó kezeli, úgyhogy amíg nekem az új szemüvegem el nem készül, majd beleszadva az optikába, addig én ezt tudom nyugodtan, normálisan használni. Úgyhogy a szemüvegcsinálás az egyelőre elnapolódott, ami nekem jó, mert az idő az nekem dolgozik, és éppen ezért nem kell most, hogy nagy hirtelen akkora költségbe verjem magam, mint azt gondoltam. Tehát most nyugodtan ráérek itt most akár hónapokig gyűjtögetni a lóvét, és akkor majd amikor rákerül a sor, legyen mondjuk augusztus, majd akkor csináltatok új szemüveget, ebben meg tudok dolgozni, legfeljebb izé. Mondjuk munkahelyen úgyse számít, hogy törött a lencse, de mit tudom én, ha kell, akkor felveszem az olvasó szemüveget, az ott van benne a munkahelyi fiókomba, és akkor szépen úgy meg fogom oldani, áthidalom ezt a pénz problémát. Nem tudom, miért mondják erre, hogy ez sör, mikor ez izé. Limonádé. Nem tudom ki, hogy van vele, de jó, most azért iszok ilyet, mert kurva jó idő van, meg jól is esik, de nem tudom, hogy ennek mi köze van a izéhez, a sörhöz, szerintem semmi. De mindegy. Na, úgyhogy így lesz megoldva a lóvé. Hát nem tudom, majd ugye meglátjuk, 29-én lesz újra fogorvos, még valamit fogták volna számba, de attól teszem függővé, hogy én már szerdán elmegyek a holnap után a fogtechnikushoz, mit fog mondani, hogy azt mondja, hogy ezt nem kell lecsiszolni, ezt a másik kettőt, hanem akkor pótoljunk úgy, hogy ta-ta-ta-ta, hogy hozzádrótozva vagy valami, és akkor megmond egy összeget, hogy mennyi a pótlás, akkor utána nekem nem kell foglalkozni a fogorvossal, mert ő megtette a dolgát, kiszedte azt a fogat, ami ketté volt hasadva, kiszedte a fogát, és akkor én nem is megyek hozzá vissza, a fogtechnikus megcsinálja nekem. Ugyanúgy fogorvosi szék, ugyanúgy minden, leveszi a mintát, megcsinálja a izét, megcsinálja a cuccot, ugye a protézist, és akkor szépen bele fogja ültetni a számba. Ha nem jó valami, ha nyomja, akkor visszaviszem hozzá, csiszol rajta, kicsit aládolgozik, olvasgattam a weblapján mindenféle dolgot, hogy vannak ilyen egész ilyen lágy, szilikonos ilyen felfogatások, tehát nem az a kemény műanyag, akármi, akril, hanem ilyen egész puha, lágy felfogatású dolgok, meg mindenféle van. Igazából a tesóm is azt mondta, hogy hát Muternek is ilyen van. Neki is, mikor csak néhány hiányzott, akkor mindig úgy volt, hogy ilyen bedrótozott dologgal volt szépen így felrakva. És neki se látszik semmi rajta, úgyhogy szerintem nekem is meg fog felelni. Egyelőre a felső sort megcsináltatom, azt kalap. Tettek bele egy, kettő, három pótlást, megmondja, hogy mennyibe kerül. Ha jól kijövök pénzbe, akkor ezt egy hónapon belül meg tudom csináltatni. Nem úgy mondom, hogy jövő hónapban, hanem egy hónapon belül, mondjuk innentől számítva, most van 26-a. Az is lehet, hogy két héten belül. Hát mondjuk még a fizetést meg kéne várni. A 10-ét, hogy tényleg tudjam, hogy mennyinél is járok. És akkor ennyi lesz, így lesz megoldva. A szemüveg meg ráér, hát mondom most, ezzel néztem tegnap este a filmet, letöltöttem a Stalingrádot, öcsém. Miért van az, hogy előfizet az ember három streaming platformra is, és amit nagyon meg akar nézni, az egyiken se található meg. Tehát mindegyik ezeket a saját gyártású szírszar sorozatokat kínálja, érted? Meg régi filmekből egy-két klasszikus, de olyan, hogy például amit most néztem, a Stalingrád, az ugye az német film, és hát nyilván az amerikai streaming szolgáltatóknak a kínálatában nincsen benne. Miért is lenne egy német film, vagy egy olasz, vagy egy francia, vagy egy spanyol, tehát az kvázi lehetetlen legálisan megnézni. Ugye mozik nem vetítik, mert minek vetítenének egy 10 éves filmet, vagy 8 éveset, mindig csak a legújabb premiereket. Ha nem nézed meg, akkor
utána nem marad hely, ahon megnézhetnéd, hanem marad ugye az izé, Torrent bácsi. Jó, valahol nem is értem ezeket, mert azért sok kicsi sokra megy. Beszéltem a tesómmal is, hát mondtam, hogy nem az vág a földhöz, az a 10 000 forint, amit én ilyen online cuccokra kiadok. Ugye van a Disney, az HBO, meg a Netflix, meg van a YouTube Premium előfizetés, azt ennyi van. Hát meg most az a izé sincs, most újra be fogok regisztrálni Hörbinek a izére, a tagságra, mert most valamiért nem csak engem, hanem csoportosan egy csomó embert kidobott a YouTube, tehát itt leiratkoztatott. Én már csak az e-mailt láttam, hogy hát sajnáljuk, hogy itt hagysz minket. Mi van? Hát én nem. Ezt utána a Hörbi csoportba írtam is, hogy mi ez, és akkor mondták többek is, hogy hát náluk is ez van. Úgyhogy, na, nem ezek a nagy dolgok, amúgy, amik itten földhöz vágják az embert, úgyhogy meg nem az Adobe előfizetés, mert ezt is megoldottam a múltkor. Voltam olyan pofátlan, hogy lealkuttam az előfizetésnek a felét. Ugyanis, lehet tudjátok, lehet nem, fel kell menni az Adobe oldalára, megnézhetitek, hogy az összes applikáció előfizetés az 64 euró. És feldobtak egy olyan akciót, hogy az újonnan csatlakozóknak csak 34 euró, a Photoshop Topicban az IT Café-n beszélgettünk, mondom, milyen geciség, hogy az újaknak. Hát most mondom, és a régieknek, akik már ott vannak 100 éve, azoknak nem jár valami kedvezmény. Hát mondom, mindjárt megnézzük ezt, hogy hogy megy. És akkor hát felmentem az Adobe oldalára, van ilyen chat, ilyen support chat, és akkor leírtam nekik, hogy most látom, hogy van egy ilyen akció. De mondjuk én most azt nem tehetem meg, hogy most az akció miatt én most lemondom a régi előfizetésemet, regisztrálok egy új fiókot, és akkor előfizetek újra. Ugyanis éves szerződés van havi számlázással, ami azt jelenti, hogy mivel nekem márciusban van a forduló, nekem, hogyha én most felmondanám az előfizetést, akkor azt az egészet, ami hátra van, azt egy összegbe ki kéne fizetni. Magyarán kötbéreznek. Hát mondtam, hogy nem lehetne olyat csinálni, hogy mondom már, mint régi felhasználó, meg aki már hatnál több éve már előfizetőt, akkor már ott hagytam egy rahedli pénzt nektek, már azért az felszorozni is nehéz, azért 12, 24, 36, 48, 60, mondjuk 72 hónapot felszorozni 64 euróval azért, na, tudjátok, hogy na, az azért nem 2 forint, amit ott hagytam, és akkor mondom, hogy mi az, ez engem kicsit bánt, hogy itt az újonnan belépőknek ilyen kedvezmény, aki meg izé régi, az meg fizesse a teljes árat. És akkor írt a diszpécs, hogy hát igen, jogos a felvetés. Mit szólnék egy olyan konstrukcióhoz, hogyha egy éven keresztül nekem csak 32 eurót számlázna, az 2 euróval kevesebb, mint az újaknak a kedvezmény. Csak szólok. Úgyhogy mondtam, hogy dia, kész, megegyeztünk. Úgyhogy most ennyit sikerült lefaragnom a kiadásaimon, hogy most az Adobe-val is ezt megcsináltam. De azért figyelem, ezt meg lehet csinálni, ha tényleg az ember megszorul, mert soha nem tudni, hogy mikor kerül valaki pénzzavarba. Akkor is kaptam ajándékhónapokat, mikor a kezemet műtötték. Ugye nem is tudom, 4 vagy 5 hónapot adtak ingyen. Tehát míg több pénzem voltam, addig nem kellett fizetni érte. De ahhoz az kellett, hogy előtte már több évvel én már előfizető voltam, és én már kiköhögtem egy nagy rahedli lóvét. Ja, hát okosan kell csinálni, abból főzünk, amint van. Úgyhogy most körülbelül ennyiek a mi újságok itt, amit el akartam, meg el tudtam nektek mondani. Aztán majd nézzük, hogy összeszedjük magunkat itt a nyáron. Hát itt most olyan nagy lébecolás nem lesz, én strandon még nem voltam, igazából meg is mondom őszintén, nem is nagyon vágyok egyedül strandolni sehova, mert én már mikor még Bátorba laktam, már akkor sem nagyon jártam egyedül strandra, mert unatkozom.
Úgyhogy Andiék meg még nem hívtak, hogy ugorjunk le egy hétvégén. Megmondom őszintén, hogy mikor 6 napot dolgozik az ember, akkor már 7. nap biztos, hogy nem strandolni akar. És még most szerencsém van, hogy most még akkor kell itt a lóvét összeguberálnom, míg még nyár van, és ugye most nincsen fűtési szezon. Tehát itt minimum olyan 30 000 forinttal kevesebb a rezsi, mint a télen. Mert ugye télen sokkal többet kell világítani, meg fűteni kell. Most nyáron meg nem. Szerencsére. Cigivel meg most már az a helyzet, hogy maradtam ennél a Wild Week-nél, ugye, amit itt lehet a dohányboltba kapni Magyarországon. Láttam, hogy mások is ezt szívják. Mivel, hogy a régi Kaiha csövem, ugye, amit sok éven keresztül szívtam, ugye a Drag X, rájöttem, az egy szar konstrukció. Tehát nekem ez már a 3. készüléken volt, legutóbbi, nem is tudom, nem is olyan régen, 1,5 éve vettem, és a legutóbbi elem cserénél egyszerűen már nem kapcsolt be. És néztem, rádugtam az USB-t, úgysem vesz fel áramot, szét is szedtem, néztem ilyen tutoriált, hogy hogy kell szétszerelni ezt az ecigit, meg megpucolni. Utolsó csavarig mindent szétszedtem. Úrra szerencsére van hozzá ilyen órás, tudod, ez a nagyon apró csavarhoz való szerszámkészlet. Ezt is ugye ezzel szét tudtam szedni, meg tudtam, hogy semmi nincs benne megfolyva, semmi nincs szétdúranva, egyetlen vezeték sincs leszakadva a forrasztásról, tehát amit lehetett, szétszedtem rajta, és utána összeraktam, tehát gyakorlatilag nincs vele mit kezdeni. Ha a elektronikája hibásodott meg, a panel, azt úgysem tudom házilag kicserélni, meg hát nem is érné meg valahonnan hozatni külföldről, és akkor vagy az a baja, vagy nem, nekem nincsenek műszereim, hogy kimérjem vele, tehát multiméterem, meg ilyesmi, meg nem vagyok elektronikus műszerész, tehát úgyhogy maradtam ennél. Ebbe 1500 forint, nem, 1400 egy pótfej, a múltkor itt már kiégettem, mert nem figyeltem oda, hogy szárazra szívtam, de most 1400-ért tudtam bele egy új pótfejet venni. Annyi, hogy ezt gyakrabban kell tölteni, meg kicsit erősebbre kell keverni a likvidet, most vettem egy extra nikotint, és azt most belenyomtam a izébe, a bekevert cuccba, mert nem éreztem annyira, tehát nincs akkora gőzmennyisége, mint ugye a nagy tankosnak. És kicsit olyan gyengének találtam, de most már azóta, hát ennek már vagy 4 vagy 5 napja, már csak ezt szívom. És ez azért is jobb annál a vupunál, meg ezeknél a tankos szaroknál, egyrészt ez nem szivárog, sehol. Felültöltős, alul az elektronika, itt belül az elektronika, nincs mód rá, hogy szivárogjon. És ezt úgy is tudom szívni, hogy benne van a kábel, tehát töltés alatt van, ülök otthon, nézem a tévét, nem is kell lehúzni az USB-ről, mert mindig tölt. Úgyhogy kész, ennél maradok, ezt be is lehet könnyen szerezni, és nem is olyan nagy összeg, mert utoljára mikor vettem én ezt, nem is tudom, néhány hónapja, 7500 forintért. Tehát, hogy ezért még akkor se kár, hogyha elhagyja az ember, mert bemegy a dohányba, és akkor 2 perc alatt vesz egy újat. Úgyhogy abba hagytam azt a nagy nehéz, nem kell nekem, hogy akkor hurcoljak 3 pótaksit, meg plusz egy akutöltőt, állandóan legyen áramforrásom, amire rá tudom dugni. Nem. Kész. Ez a legegyszerűbb, ez a legjobb. Nincs túl variálva. Úgyhogy, hát körülbelül ennyi az, amit el akartam mondani. Most ennyi a mi újság mára. Bár igaz, hogy nem szeretek videózni, még fogatlan vagyok, de hát most azt nem hagyhatok ki egy egész nyarat vagy 2 hónapot, hogyha éppen mondani valóm van. Mert amikor nincs mondani valóm és van fogam, akkor úgyse videózok. Amikor meg mondani valóm van, akkor meg most tök mindegy, hogy mi van. Legfeljebb, ha nem sziszegnek az S betűk annyira, akkor majd felcsavarom az equalizert, azt jó napot. Ez akkor jó lesz. Na, jó van, ez most egy álló videó volt, ilyen nyugis. Remélem, hogy azért nem volt unalmas, meg tartalmas volt, meg elég sok mindent elmesélgettem most.
és akkor számogatjuk a pénzt, meg a napokat, meg megyünk, konzultálunk mindenkivel, mindenkivel megmozgatunk, és ráérek, és akkor elintézek minden ilyen dolgot, hogy télire már ne maradjon nekem semmilyen fennmaradó dolog, ami még elintézetlen, úgyhogy felszámolok minden ilyen hiányosságot így magam körül. Kész. Újra elővettem a basszusgitárt, akkor hallgattam valahol ezt a izé, ment a Royal és az Ádám a Trambulin. Ez a nagyon régi szám, és úgyhogy ebben van már jó kis baseline. Á, mondom, ezt most meg kell tanulni. És akkor elővettem a basszusgitárt, és akkor nem találtam hozzá az állványt. Meg elő akartam venni a kábelt, és nem találtam, csak azt a szar, ami ki volt már törve, meg szopósodva, és fel kellett túrjam az egész házat, hogy megtaláljam. És akkor közben a basszusgitár pluginom sem volt feltelepítve, meg semmi. Ugye nyilván mivel, hogy nem kellett, nem volt rá szükség, úgyhogy na, összevadáztam mindent, aztán RX9-el szépen kiizoláltam a basszussávot, abból meg lehet tanulni. Aztán csináltam egy olyan keverést, amiben meg tud ki van nyírva a basszus. Minden benne van, csak a basszus nincs. Úgyhogy arra szépen rá lehet játszani, úgyhogy öröm boldogtál megint. Hallod, most megint a kezembe vettem egy év után a basszusgitárt, ezért a Fendert, még mindig érted, nem győzök betelni vele, öcsém, hogy milyen Isten császárul szól az a hangszer. Annyira nem bántam meg, hogy ezt megvettem, és nagyon áron alul vettem meg a Covid időszakba. Most azt simán el tudnám a duplájáért adni, mint ugye 350-ért vettem, hát mondjuk 700-ért nem is, de 650-ért, 600-ért simán el tudnám adni, és akkor kitelne belőle a fogam meg a szemüvegem, de dögöljek meg, ha eladom. Soha. Akkor se, bazd meg, ha a küszöböt kell rágnom, én azt a hangszert nem adom el soha senkinek. Ezt a Marcus Miller Signature, ez egy jazz bass-t. Láttátok videókba. Az most is úgy szól, mint amikor felraktam rá az új húrok. Hát ugye elixírt használok mindig. Olyan, mint az Opel. Sose Opel. Na, örülök, hogy itt voltatok, megnéztetek, aki bírta ilyen sokáig, mióta ugatok már majdnem lassan egy fél órája. Hát tartsatok velem a legközelebb is a jövőbe is, és akkor kívánjatok nekem sok sikert mindenhez, és akkor nem sokára majd együtt fogunk vigyorogni, ígyni. Ez volt a vezércse. Na. Sziasztok!